kevesebb munkaórában foglalkoztatnak, akkor az lehetővé válik, hogy ennek terhére a rákövetkező időszakban hosszabb ideig lehessen foglalkoztatni. Magyarul rugalmasság, amiről szó van, és nem bér rabszolgaságra. Egyetértek abban, hogy Magyarországon a gazdasági növekedésnek egyébként a magas hozzáadott értékű termelésre kell támaszkodni, ezen is dolgozik a kormány, de tisztában kell lennünk azzal is, hogy van egy olyan munkaerőpiaci szegmens, ahol az élő munka a legfontosabb, ennek terheit csökkentette a kormány, és lehetővé teszi azt, hogy Magyarországon rugalmas foglalkoztatással versenyképes gazdaság jönjön létre. Köszönöm a figyelmet! További szólásra jelentkezett képviselőtársaim nevében is zajmentes figyelmet kérnék a tisztelt háztól. Vejke Imre képviselő úr következik a KDNP részéről, Pünkös Csíksomjó címmel. Parancsoljon! Tisztelt elnök úr, köszönöm a szót! Tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim! Pünkösd vasárnap előtti szombaton rendezték meg a hagyományos csíksomjói búcsút, a magyarság egyik legjelentősebb vallási és nemzeti ünnepét, az erdélyi Csíksomjó melletti Kissomjó és Nagysomjó közötti nyeregben. Kérdezhetik, miért éppen szombaton, amikor a pünkösd inkább a vasárnaphoz, illetőleg a hétfői naphoz kötődik. A válasz érdekében a Krisztus utáni 1567. esztendő történéseire kell visszaemlékeznünk, amikor János Zsigmond erdélyi fejedelem fegyverrel akarta Csík, Gyergyó és Kászon katolikus népét az unitárius vallás felvételére kényszeríteni. A székelyek István gyergyóhalfalvi plébános vezetésével Pünkös szombatján gyülekeztek Csíksomjón, kérve a Szűz Mária segítségét, majd a Tolvajos hágón fényes diadalt arattak. A győzelem után nyírfaágakkal ékesített lobogóikkal újra Csíksomjón adtak hálát a győzelemért, egyben fogadalmat tettek, hogy ezután minden évben Pünkös szombatján elzarándokolnak ide. A győzelem közvetlen folyománya volt, egy évvel később, Krisztus után 1568-ban a tordai vallásbéke. A tordai országgyűlés a világon mindenkit megelőzve elsőként mondta ki határozatában azt, hogy vallási nézetei miatt senkit üldözni nem lehet. Mindezekből egyértelműen kitűnik, hogy a csíksomjói búcsú természetéből adódóan egyházi ünnep, azonban történelmi összefüggésében vizsgálva a kérdést megállapítható, hogy vallási hovatartozás nélkül határon innen és túl Csíksomjó az összmagyarság ünnepe, nagy ünnepe is egyben. Spányi Antal az ünnepre meghívott székesfehérvári megyés püspök a csíksomjói pünkösdi szentmise alkalmával mondott homiliájában szintén utalt arra, hogy ez az ünnep több, mint egy szokásos egyházi ünnep. Kívánom, hogy ezen felismerés ébresszen rá minél több honpolgárunkat arra, hogy egymással határon innen és túl törődni kell, mert felelősek vagyunk egymásért. A felelősségnek sok megnyilvánulási formája van, ilyen az imádság, de a közvetlen segítségnyújtás, a szeretet kimutatása, a másikért vállalt áldozat is. Az összetartozás, a közös gyökér, valamint az átélt szenvedések is erősítik bennünk az egységet, a magyar jövő csíráját, melyhez a hit erőt, eligazítást és útmutatást ad. Csíksomjó tehát ahhoz segít bennünket, hogy erősen éljen bennünk a magyarság gyökere és a magyarsághoz tartozás öröme. Nagyon felemelő érzés volt most pünkös szombatján, a csíksomjói nyeregben több mint félmillió magyar lélekkel a nemzeti összetartozást megélni, és a csíki hegyekkel együtt a szakadó esőben önfeledten zengeni a magyar és a székely himnuszt, és még inkább szakadó,
a még inkább szakadó milliónyi könnycseppeink közepette. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Szintén napirendeleti szólásra jelentkezett Vona Gábor frakcióvezető úr a Jobbik részéről valódi gazdasági szabadságharc címmel. Parancsoljon! Tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés! Orbán Viktor a múlt héten itt a parlamentben több hozzáintézett kérdésre is azt válaszolt, akár az egészségügy kapcsán, hogy az egészségügy, az oktatás vagy a rendvédelem rendbetétele csak akkor jöhet a sorban, hogyha a két nagy ellenséggel, a munkanélküliséggel és az államadósággal leszámoltunk. Aztán ugye a hétvégén az egyik labban azt mondta, hogy 40 évre szeretné a gazdaságpolitikát bizonyos értelemben bebetonozni. Ezzel az a probléma, hogy már a jelenben sem működik jól. A jelen állapotában sem helyes az irány. Azt elfogadjuk természetesen, hogy az államadóság és a munkanélküliség fontos prioritások, de hozzá kell tennünk másik két prioritást. Az egyik az a gazdaság fellendítése, a másik pedig a közszféra rendberakása, gondolom itt az egészségügy, oktatás, rendvédelem hármasra. Tudjuk nagyon, hogy ezek források kellenek, de nem szabad, hogy ezek a források közvetlen megszorításból, ahogy az előző 8 évben a kormányok tették, jöjjenek be, de az sem helyes, hogyha közvetett megszorításokkal élünk, mint hogy a jelenlegi kormány próbálkozik, akár különadóval, akár bankadóval, akár egykulcsos adóval, végül is a számlát, a számla végén mindig a magyar lakosság, a magyar társadalom fogja megfizetni. Ezért, ha megengedik, akkor 4 forrásteremtő javaslattal a Jobbik nevében élnék. Az első, az az egykulcsos adórendszernek az eltörlése, illetve leváltás egy progresszív adórendszerre, és nem csak azért, mert szociális szempontokat nem érvényesít, amit a kormány mindig is tagadott, hanem azért, mert a társadalmi igazságosság és a gazdasági racionalitásnak a próbáját sem állta ki. Egy progresszív adórendszer helyreállíthatná a társadalmi igazságosságnak a követelményét, másrészt pedig végre belső fogyasztást tudna indukálni, pont azoknál hagyna forrásokat, akik jelen pillanatban nem képesek, nem tudnak megjelenni a magyar piacon, nem pedig azoknál, akik eddig is jelen voltak és belső fogyasztást tudtak generálni. Nem beszélve pedig arról, hogy az egykulcsos adó által generált rés a költségvetésben, ami megszorításokra kényszeríti a kormányt, ezáltal megszűnne és nőne a mozgástér abban az értelemben, hogy ne kényszerüljünk megszorításokra. A másik ilyen javaslatunk az a szociális kártya és az erre épülő szociális bolthálózat. Ennek ugye dióiban az a lényege, hogy a segélyezettek, a szociális támogatásokat, a családtámogatásokat egy plastikkártyán kapnák meg, és épülne erre egy szociális bolthálózati rendszer, amelyen keresztül a kedvezményezettek, a segélyezettek meg tudnák vásárolni a számukra szükséges termékeket. Ezzel 4 legyet is ütnénk egy csapásra, ezzel a szociális kártya és szociális bolthálózat rendszerével. Egyrészt a főképpen a cigány társadalmat sújtó visszaéléseknek, különösképpen az uzsorázásnak tudnánk végre megállt parancsolni. Tehát ahogy azt múlt héten Schneider Tamás képviselőtársam kifejtette, ezáltal a cigányság életkörülményein tudnánk nagy érdemben javítani, és meg tudnánk állítani az itt jelenlévő visszaéléseket, maffiát. Másodszorban pedig a segélyeknek a felhasználásával kapcsolatban is meg tudnánk szüntetni egy jogos társadalmi felháborodást azáltal, hogy a jövedéki adó alá tartozó termékeket kivonnánk a szociális kártyának a lehetősége, vásárlási lehetőség alól, és tényleg olyan dolgokra lehetne fordítani, amik szükségesek a mindennapi megélhetéshez. A harmadik légy, amit lecsapnánk ezzel a szociális kártyával, az a piacteremtés volna. Hiszen a magyar gazdaság egyik legsúlyosabb problémája, hogy hiába állunk át termelő gazdaságra, amit Orbán Viktor minden héten elmond, ha nincs piac, ahol ezt a megtermelt terméket eladjuk, ez részben ezt a problémát orvosolhatná, és a negyedik, munkahelyeket tudnánk teremteni mind a hálózat működtetése, mind pedig a beszállítók piacszerzése révén. A harmadik javaslatunk az uniós forrásoknak az újragondolása. Bizonyára nagyon sok olyan elrémisztő példát tudnánk felsorolni, hogy az unióból érkező pályázati pénzek mire kerülnek felhasználásra. Ott van a borsodi falu, ahol összeomlik az iskola, számtalan dologra lehetne fordítani a pályázati forrásokat, de ehelyett wifi elérhetőséget biztosítunk a buszmegállóban. Ezt a pazarló pályázati rendszert valamilyen módon felül kell vizsgálni, és igenis el kell érni, még hogyha most ez lehetetlennek is hangzik, hogy az Európai Bizottság adjon arra Magyarországnak lehetőséget, hogy a pályázati források egy részét igenis az állam, akár az állam által működtetett nagy projektekbe fordítsa, vagy akár bizonyos társadalmi, gazdasági problémákat orvosoljon belőle, akár a közszféra bérrendezését, az egészségügyben, az oktatásban, vagy a rendvédelemben, vagy pedig a már említett szociális bolthálózatnak és a szociális kártyának a felállítását. A negyedik pedig, tudom, hogy ez a legkomolyabb tabu kérdés itt az országgyűlésben, egyedül a Jobbik feszegeti, ez pedig az államadóságnak az újratárgyalása.
Tudom, hogy önök mindig arra hivatkoznak, hogy ezt még kimondani sem szabad, nem szabad megrémisztenünk a magyar államcsőd veszélyével a nemzetközi közvélemény, de hát ez a csőd már bizonyos értelemben itt van, infúzión élünk most már jó ideje, úgyhogy én azt szeretném a tisztelt kormány figyelmébe ajánlani, hogy nincs az a magyar gazdasági csoda, amely ebből az adósságspirálból Magyarországot képes volna kihozni. Egy lehetőségünk maradt, újra kell tárgyalni az államadósságot, átütemezni, és néhány évnyi haladékot, moratóriumot kérni. Annak idején Mária Terézia azt mondta, etetni kell a jót, hogyha nyírni akarjuk. Hát ez most is aktuális, de még durvább a helyzet. Nem csak etetni kell, hanem lélegzetvételhez kell juttatni a magyar gazdaságot. Jelen pillanatban ugyanis ez a probléma. Mi nem kell, hogy nem kérjük, hogy etessen bennünket bárki, annál büszkébbek vagyunk magyar emberek, meg jók se vagyunk, de azt igenis követeljük, hogy a magyar gazdaság kapjon időt arra, hogy talpra álljon és a problémáit megoldja. Köszönöm a figyelmet. Válaszadásra a Cséfalvai Zoltán államtitkár úrnak adom meg a szót. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt frakcióvezető úr. Ha megengedi, picit visszamennék még a miniszterelnök úr által megnevezett két nagy ellenségre, ami ellen háború zajlik, ugye a munkanélküliség és az adósság. Ahogy hallottam, utána Magyarországon mindenfajta átértelmezése zajlik ennek. Hegyes halomtól nyugatra az, hogy public enemy, ez egy bevett fogalom, tehát az, hogyha egy társadalom vagy egy gazdaság azonosítja azt, hogy mi az, ami ellen harcolni kell, akkor az általában meg szokták érteni. Magyarországon ezen, ha jól láttam, bizonyos viták zajlanak, hogy ez háborús nyelvezet, meg hogy itten háborúra készülnek, meg erőszak és minden ilyen hasonló. Javaslom megnézni, Google-ba be lehet ütni, public enemy number one, és akkor meg lehet nézni, hogy Amerikában a munkanélküliség szintén ugyanaz, vagy hasonlóképpen az adósság nagyon sok európai országban az első számú közellenség. Ez csak jelzem, hogy nem árt, ha azonosítjuk azt, hogy milyen problémákkal küzdködünk. Ha megengedi, akkor a négy kérdésre válaszolnék nagyon röviden. Az egykulcsos adóval az is van, amit ön éppen kér számon, hogy a belső fogyasztást növeli. Igen, ennek meglátjuk az ideje persze, míg ez átfut. Én úgy gondolom, hogy fél év után ez még egy picit korai a belső fogyasztás növekedését várni tőle, de ez egy éven belül egyébként megvalósul és láthatóvá válik. Én sokkal fontosabbnak tartom az egykulcsos adónak a jelzését, az üzenetét. Az üzenete pedig az, aki többet dolgozik, attól nem vesz el aránytalanul többet az állam. Ez a legfontosabb jelzés, amit ebben az esetben lehet tenni. És van egyfajta mobilitás ösztönző ereje is. Aki többet dolgozik, az többet is érhet el. A kettes számú javaslata, ami a szociális kártyára és a szociális bolt hálózatra vonatkozik. Én úgy gondolom, hogy vannak ennek már bizonyos elemei, tehát az, hogy szociális kártya. Abban már van egyfajta kérdésem, kétlem, hogy mennyiben tud ez majd belső piacot erősíteni, és mennyiben képes egy ilyen mesterséges belső hálózat ahhoz hozzájárulni, hogy valóban egy piac jöjjön létre. A harmadik pont, amit említett, az uniós források hatékonyabb, észszerűbb és racionálisabb felhasználása. Az új Széchenyi terv az erről szól. Az új Széchenyi tervben, ha figyeli az arányokat, korábban mintegy 16%-a jutott a fejlesztéseknek gazdaságfejlesztésre, jelen pillanatban 50% juthat. És ha mindenfajta vihar elaludt, akkor a legutolsó mondatot szeretném talán picit hangsúlyosabbá tenni, mert ez talán a legfontosabb, az adósság újra, vagy átütemezése. Én nagyon kérem, hogy ilyet még javaslat szinten se fogalmazzunk meg. Nagyon szerencsés lenne a magyar parlamentben ilyen el se hangozna. És megmondom miért. Amikor azt mondja, hogy infúzión élünk, hát szeretném figyelmébe ajánlani, hogy Magyarország több mint két éve képes a piacról finanszírozni az állam adósságát. Magyarország nem él infúzión. Mondhatnék országokat egyébként Európában, amelyek infúzión élnek. A magyar gazdaságpolitika elérte, és ezt nevezném igazán szabadságharcnak, elérte azt, hogy külső segítség nélkül a piacról képes finanszírozni az állam adósságát. Piacról képes, és ha megnézi mondjuk az elmúlt fél évnek a viszonyait,
mondjuk a kockázati felárnak a csökkenését, vagy éppenséggel a forintnak az árfolyam változását, akkor láthatja, hogy a piac bizalmat szavazott Magyarországnak. Éppen ezért nagyon kérem, hogy az ilyen jellegű kifejezések, átütemezések, ezt lehetőség szerint ne használjuk. A magyar gazdaságot képesek vagyunk finanszírozni, a magyar államháztartás és a magyar államadósságot piacról, és ennél jobb nem is lehetne, megsúgom. Mert hogy a piaci finanszírozásnak egyetlen egy nagy előnye van. Nincs mögötte semmifajta politika. Mindenfajta más finanszírozásnál, legyen ez unió, IMF, bármi, bizonyos politikai elvárások vannak. A piac az egyértelműen beszél, vagy veszik a magyar állam kötvényt, vagy nem. Jelen pillanatban veszik, és jó kamatok mellett veszik. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Végezetül szintén napirend előtti szólásra következik Tóbiás József képviselő úr az MSZP részéről. Ökölcsapás helyett párbeszéd címmel, parancsoljon képviselő úr. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim. Régi magyar mondás szerint nem az a legény, aki a pofont adja, hanem az, aki állja. Ez a mondás vonatkozik jelen pillanatban a munkavilágára, a társadalmi párbeszéd rendszerében lévőkre, mindazon munkavállalókra, akik az elmúlt hetekben, hónapokban a jogos jogaikért, szerzett jogaikért küzdenek, vagy azok az érdekképviseleti szervezetek, akik azt szeretnék, hogyha valaki beszélne velük, és nem pedig a parlamenti jegyzőkönyvekből vagy a médiából értesülnének a saját helyzetük megváltoztatására vonatkozó szabályokról. Nem ahhoz kell bátorság, hogy korlátozzák a bérből és fizetésből élők jogait, és növeljék a kiszolgáltatottságukat, a rugalmasságra hivatkozva, hanem ahhoz, hogy vállalják ennek a felelősségét, és nyílt, őszinte párbeszédet folytassanak erről az emberekkel. Ez a fajta bátorság, amely meghatározná egy kormánynak, hogy milyen politikát és hogyan kívánja azt képviselni ebben az országban és Európában, ez a fajta bátorság hiányzik önökből. A ma benyújtott munkavilágát érintő törvények mindegyike, láttán nehéz nem kitalálni, hogy önök ugyanúgy, ahogy a igazságtalannak vélt és valós egykulcsos adónál a gazdagok számára, itt ezen törvényjavaslatoknál pedig a munkaadók számára kedveznek. Kiszolgáltatottá teszik Magyarország munkavállalóit. Mindezt azért, mert téves feltételezésük van arról, hogy hogyan és miképp működik a világ. Egy alulról szerveződő világot akarunk-e, vagy egy felülről irányított világot akarunk-e? Önök azt gondolják, gazdaságpolitikájuk lényege, hogy a válság jelenlegi szakaszának kezelését úgy lehet a legjobban megvalósítani, ha a munkavállalók kiszolgáltatottságát tovább növelik, ha bűnbaknak állítják be őket, és mindezt úgy, hogy az európai értelemben vett rugalmasságra hivatkozva, amely rugalmasság Európa értékrendjében a munkavállalót védi, őt teszi alkalmassá a világhoz való alkalmazkodásban, önök a munkaadót akarják rugalmassá tenni, hogy bármikor kiszolgáltatott helyzetbe kerüljön, akár egy napon belül a munkavállaló. Mi ez, ha nem a modern rabszolgaság rendszere? Miért gondolják ezek után önök, hogy a munkaadó is tiszteletben fogja tartani a szakszervezetek jogait, ha önök sem teszik ezt? Tovább megyek. Miért gondolják, hogy a munkaadók figyelni fognak a munkavállalóik érdekeire is, ha azt látják, hogy a kormány se figyel rájuk? Nemzeti konzultáció köntösébe bújtatva menekülnek mások véleménye elől, tisztelt képviselőtársaim. Pedig észrevehetnék, van közös ügyünk, van közös nemzeti érdekünk. Nemzeti érdekünk, hogy Magyarország jóléte biztosítva legyen, Magyarország fejlődése a benne élő állampolgárai által a mindennapok, a hétköznapok szintjén jólétre való törekvéssel zajlódjék, és úgy éljék azt meg, mint egy minőségi változás. Önök nem ezt teszik. Önök csak véleményre kíváncsiak. Azt is csak egyoldalúlag nemzeti konzultáció keretében lefolytatva, pedig modern társadalmak pontosan ezért hozták létre a párbeszéd különböző intézményi fórumait. Mert hogy mi is a párbeszéd? A párbeszéd célja a különböző társadalmi csoportok vitája során egy minőség elérése, egy jobb minőség elérése, amelyet szerződésben rögzítenek. Ez a szerződés adja az igazi jellegét, amely sok vitában, nagyon sok megegyezésben, kompromisszumban leledzik, sokszor tartós folyamat, konfliktusok előzik meg, mielőtt a végeredmény megszületik, de van értelme.
kevesebb konzultáció és több párbeszéd, ahol nincs helye a nemtelen támadásoknak, a bohócügyi államtitkároknak, a fenyegetőzéseknek és a hatalommal való visszaélésnek. Ha pedig úgy érzik, hogy szakmailag az a helyes, ha kiárusítják a magyar dolgozókat és elveszik tőlük a védekezéshez való jogot, akkor ennek a felelősségét is vállalni kell. És meg kell harcolni az igazáért a kormánynak. De nem lehet elbújni ezen viták elől, nem lehet úgy csinálni, mintha nem létező szociális konzultáción az emberek szinte már követelték volna önöktől ezeket a lépéseket. Ehelyett egyeztetni kell, akár heti 44 órában is, tisztelt miniszterek és államtitkárok, a fizetett éjszakai pótlék díja nélkül is. Tudom, hogy nehéz, de legalább meglátják, hogy milyen a demokrácia. A kormánynak nem konzultálni kell tehát, hanem tárgyalni kellene, amíg nem késő. Magyarország jövőjét nem ökölcsapások, hanem párbeszéd útján, apró lépésekkel lehet megteremteni. Köszönöm a figyelmüket! A változatosság kedvéért ismét Cséfalvai Zoltán államtitkár úr következik. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt háztisztelt képviselő úr. Tehát szeretném továbbra is leszögezni, hogy az, ami már előbb is elhangzott, nem kormánypolitika, hogy itt bárkit is rabszolga sorba sújtani. Nem hiszem, hogy az lenne a magyar gazdaság kitöréspontja, hogy a magyar munkavállalók rabszolga sorba kerüljenek. Ahogy említettem korábban is, a munkaerőpiacot érintő változások egy célt szolgálnak, a munkaerőpiacot és a foglalkoztatást rugalmasabbá kell tenni ahhoz, hogy versenyképes legyen. Ami a párbeszédet és a konzultációt illeti, azért szeretném figyelmi, hogy nagyon sok konzultáció zajlik párhuzamosan, jószerével a kormány más sem tett, mint folyamatos konzultációkat. Ezek a konzultációk arról szólnak egyébként, hogy a másik felet is meghallgatja a kormány, vagy a kormány különböző szervei és képviselői, és meghallgatja abban a tekintetben, hogy milyen javaslatok merülnek fel. Na most furcsa módon én figyelem azért ezt a vitát, ami jelenleg zajlik a munkaerőpiac rugalmas átalakításával kapcsolatban. Én nem hallottam még érdekvédelmi szervezettől arra az egy kérdésre választ, hogy az az 1 millió ember, aki korábban említettem, ilyen-olyan módon szürkén foglalkoztatott, a legkiszolgáltatottabb helyzetben van, aki valahogy kapja fizetése egy részét szürkén zsebbe, és így tovább, hogy azoknak a helyzete hogy változzon. Azok a legkiszolgáltatottabbak ma Magyarországon. És ezekre semmilyen választ nem hallottam eddig. Nagyon szeretném, hogyha lenne ilyen választ is, ilyen párbeszéd is nagyon szerencsés lenne, hogyha ebben az országban lezajlana. A kormány nem tekint senkit sem bűnbaknak egyébként, és nem próbál kijátszani egymás ellen semmilyen társadalmi réteget. Ez az önök politikája volt, különböző társadalmi rétegeket egymás ellen kijátszani, és ebből mindenfajta politikai hasznot húzni. A kormány jelen pillanatban azon dolgozik, hogy az érdekegyeztetés rendszerét átalakítsa. Egy nagyon szertágazó érdekegyeztetési rendszer jött létre, ahol az Országos Érdekegyeztető Tanács, a Gazdasági Szociális Tanács, a Gazdasági Érdekegyeztető Fórum, e helyett jön létre a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács, amelyik az érdekegyeztetésnek egy, úgy gondolom, megfelelő fóruma lesz. Nem engedi, hogy szerte ágazódjanak így az érdekek, hanem lehetőséget nyújt egy átfogó párbeszédre. Végezetül, ha megengedi, akkor nagyon röviden jelezném, visszatérve az indító gondolatra, azok a lépések, amelyek a munkatörvénykönyvben találhatók, azok között nagyon sok opcionálisan jelentkezik, tehát a munkavállaló és a munkaadó megegyezésétől függ. Például mondjuk a türelmi idő, amit alkalmazzák, hogy az 30 nap, de lehet 6 hónap is, amennyiben ehhez például rendelkezésre áll a kollektív szerződés. Tehát nagyon sok esetben ez lehetőségként merül fel. Így van. Nagyon sok esetben lehetőségként merül fel, például a próbaidőnél is, de ez a lehetőség valóban a két félnek az egyeztetésétől múlik.
és említette azt, hogy mi egyfajta fölülről lefele próbáljuk átalakítani a munkaerőpiacot, akkor nagyon javaslom, hogy látogasson meg, nézzen meg egy 4-5 főt foglalkoztató kisvállalkozást. Nézze meg, hogy milyen viszonyok között és milyen szabályozási rendszer között élnek ma. Az a szabályozási rendszer, amit mi ma a foglalkoztatásra használunk, vagy ami eddig érvényben volt, az életidegen. Egyszerűen nem így működik. Valamennyi a munkaadó és a munkavállaló együttesen érdekelt abban, hogy az a munkahely megmaradjon, hogy az a vállalat megmaradjon, és ezért hajlandók a munkaadók és a munkavállalók is bizonyos rugalmassági áldozatokra és bizonyos rugalmasságot vállalni. Én úgy gondolom, hogy a szabályozásnak is ezt lehetővé kell tenni. Köszönöm megtisztelő figyelmet. Tisztelt Országgyűlés, ezzel a napirend előtti felszólalások végére értünk. Felkérem Lenhard Balázs jegyző urat, hogy ismertesse a további napirenden kívüli felszólalókat. Tisztelt Országgyűlés, a mai napon napirend utáni felszólalásra jelentkezett Horváth János, Fidesz. A holnapi napon napirend előtti felszólalásra jelentkeztek a következő képviselők. Kara Ákos, Fidesz, Osztolykán Ágnes, LMP, Firtl Mátyás, KDNP, Volner János, Jobbik és Iváncsik Imre, MSZP. A holnapi napon napirend utáni felszólalásra jelentkezett Farkas Gergely a Jobbikból. Tisztelt Ház, felkérem Tiba István jegyző urat, hogy ismertesse a tárcsorozatba vételt elutasító bizottsági döntést. Tisztelt Országgyűlés, bejelentem, hogy 2011. június 8-án a Mezőgazdasági Bizottság a Magyarországi Élelmiszeripar privatizációs folyamatának hatásait feltáró